Gratulálok a döntőbe jutásért, mondhatjuk, hogy ez egy bemelegítés volt a Ferencváros elleni döntőre? Mondhatjuk ezt is, de a Dunai Város nagyon jól küzdött, és szerintem nagyon jó kis meccset tudtunk játszani. Mi nekünk ez pont jó volt ez a meccs arra, hogy mindenki tudjon játszani, mindenki holnap frissebb legyen, és egy pár dolgot tudjunk gyakorolni. Amellett, hogy mindenki tudott játszani, azért pihentetni is tudtatok kulcsembereket. A Fradival ellentétben ez nektek előny lehet holnap? Remélem, hogy az lesz, mert tényleg az volt a jó ebben a mérkőzésben, hogy több kulcsembert is tudtunk pihentetni, és nem kellett 50 percet játszani. Ennyire bírjátok jól ezt az erőltetett menetet? Gondolok arra, hogy a bajnoki címép, hogy csak eldölt itt a Magyar Kupa, és a jövő héten megjön a Final Four, gondolom, hogy nincsen megállás az edzésekben. Nincs, abszolút, ez most egy kemény menet, de erre készültünk. Szinte már márciusban elkezdtünk erre készülni, hogy ha elérkezik ez az idő, akkor még az utolsó tartalékokat is fel tudjuk használni erre. Debrecen nincsen közel Győrhöz, de nagyon sokan elkísértek titeket. Mennyit jelent az nektek, hogy itt vannak ennyien Győrből? Szinte olyan volt, mintha egy kicsit otthon játszottunk volna, mert annyian eljöttek szurkolni, amit nagyon köszönünk, és tényleg egy kicsit otthoni hangulatot varázsoltak. Miközben itt kiosztottad az autogramokat, meg a szelfiket, mondtak egy-egy bátorító szólt a holnapi döntőre? Ez mindig jön ezek a bátorító szavak, hogy hajrá, holnap meg fogjuk nyerni, úgyhogy de szerintem nem is kell mondaniuk, mert hiszen a jelenlétük az abszolút elég. Nem sikerült megszorongatnotok a Győrt, bár az edzőtök arról beszélt azért a mai nemzeti sportban, hogy ti már a bronzmeccsre készültek a Siófok ellen, tartalékoltatok egy kicsit? Megmondom az őszintet, igen, megvan a stratégiánk, hiszen igen, holnap nekünk egy komoly bronzmérkőzés vár ránk, és azt szeretnénk behúzni. Mondhatjuk azt, hogy ez egy kis bemelegítés volt a fő meccs előtt, hogy éreztétek magatokat itt a Debrecenben? Igen, mindenképp, ha mondhatjuk így, igen, bemelegítés, hiszen más terek, minden más, mint mondjuk otthon, és nagyon jó volt megszokni a szurkolók, minden ezt a hangulatot, tényleg jó volt szerintem. Dunajvárostól messze van Debrecen, de sokan eljöttek nektek szurkolni, hogy esett, hogy ilyen sokan buzdítottak. Igen, elmondhatatlan, tényleg nagyon jó, és hogy ennyien támogatnak minket, tényleg mindenki, tényleg köszönjük szépen, hogy eljöttek, köszönjük. Ugye a Siófok már igencsak megszorongatta a Ferencváros, csak hetesekkel tudott a Fradi a döntőbe jutni. Szerinted ez mennyit vett ki a Siófokból, mekkora előnyt jelenthet ez számotokra? Hát mindenképp úgy gondolom, hogy ez a hetesekkel kikapni nem a legmotiválóbb dolog, de gondolom, hogy felszívják magukat holnapra, és tényleg egy komoly összecsapás lesz holnap.